Közeledik a bajnoki rajt, sorra játsszák az edzőmeccseket a csapatok, és sorra érkeznek az együttesekhez a légiósok. A Marsó Nyíregyháza játékos kerete is bővült a héten, egy rutinos center érkezett Sitko Jenő együtteséhez. A 33 éves szerb Zorán Krsztanovics 8 évvel ezelőtt Sopronban, a legutóbbi szezonban pedig Szombathelyen játszott, közben több éven keresztül szerepelt a kolozsvári csapatban. Tudom róla, hogy mit tud, nagy tapasztalattal rendelkezik, és már a magyar bajnokságban is játszott, így nagyjából ismeri az itteni helyzetet. Illetve az is, még játszottam ellene, és éreztem, hogy milyen keményen tud védekezni. Ugye egy játékos mindig érzi azt, hogy az ellenfele mennyire erős fizikailag, és ha fizikailag gyengébb, akkor nem kell színezni túlságosan a technikai dolgokat, akkor erőből is meg lehet verni. Őt nem tudtam, ellene színezni kellett, úgyhogy mindenféleképpen mellette szólt. Illetve az elmúlt éveknek a mutatói is. A sportban ugye mindig az előzmények alapján próbálunk meg játékosokat választani. Éppen ezért nem tudjuk, hogy abban az évben milyen teljesítményt fog nyújtani, de úgy gondolom, hogy ő egy sok tapasztalattal rendelkező biztos pontja lesz a csapatnak. A 206 cm magas középjátékos számára nem ismeretlen a magyar bajnokság, amelynek szerinte évről évre javul a színvonala. I play one and a half season. Másfél évet játszottam Magyarországon. A magyar bajnokság évről évre fejlődik, a külföldi játékosok is egyre jobbak, bár az új légiós szabály korlátozza a számukat. Ennek ellenére minden mérkőzés rendkívül kemény, akár hazai pályán, akár idegenben játszik a csapat. A Marsó NKK pénteken és szombaton Kassán a Slavia TU Košice ellen lép pályára. A két meccsen már szerepet kap Krsztanovics, valamint megmutathatja magát az amerikai Tate Unruh is.